Kedves bibliaolvasó testvérek, köszönöm azok együttműködését, akik velünk imádkoztak, imádkozzuk hónapok óta a szolidaritásnak az imádságát, és meg akarjuk újítani ezt az ima közösséget is 17:30-tól. Ha valaki szívesen elmondaná egy kis részletet ebből a többünk hangján hallható imából, azt szeretettel fogadjuk. De most bibliaórára készülve ebben a hónapban, októberben a mostnak a jelentőségéről, a mának, a pillanatnak a jelentőségéről szeretnénk gondolkozni. Valaki egyszer az éppenes szót használta erre, én furcsának találom ezt a szót, de tény, hogy a pillanatnak döntő jelentősége van Isten igéjében is. Nagyon tisztelt teológusunk Dietrich Bonhoeffer beszélt a lépésnek a szükségességéről, lépni kell, mondta ő, felismerni a pillanatot is. Akkor döntő, határozott lépéseket tenni, különben elszáll a perc, a pillanat, és a történelem nem áll meg. Olyan ez, mint az időnek a múlása. Attól, hogy megállítjuk az órát, az idő még folyik tovább. Tehát lépni kell, cselekedni kell, mert elmúlik a lehetőség. Most nyissuk ki az énekes könyvünket a 130. dicséretnél. Abból két vers szakot elénekelünk, és befejezésül majd még egy vers szakot eléneklünk. Most az első két vers szakot, az ének pedig Paul Gebhardtnak az éneke, jeles 17. századi énekköltő, és Schréter Ferenc volt, aki szép fordítást készített belőle, kedvelt énekünk. Hogy ne dicsérném az Istent zengedező énekkel, ki dolgában oly bölcs, oly szent, és jót tesz mindenekkel. Ő minden áldások atya, csupa jóság, szeretet, ki engem bölcsen vezet, és hű szívét hozzám hajtja. Minden elhagy, elfeled, Isten vég nélkül szeret. Mint ahogy a sas kicsinyét szárnyával betakarja, engem is befedez, megvéd az Úr hatalmas karja. Már anyám méhétől kezdve midőn életet adott, áldásit, mint harmatot reám bőven hintegette, minden elhagy, elfeled, Isten vég nélkül szeret. Imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló, mennyei édesatyánk, csodálattal és imádattal jövünk eléd, valljuk meg hitünket benned, életünk szorongatott nehéz pillanataiban. Oly sokszor hajoltál le hozzánk, és teremtetted meg a veled való találkozás szent egyedi pillanatait, a megtapasztalások csodálatos alkalmait. Hitünk erősödött általa, életünk színesedett, megerősödtünk abban, hogy jó benned hinni, téged követni, és alázattal mondjuk, hogy nem érdemeink szerint, nem fizetségképpen segítettél rajtunk, hanem te eleve volt atyai szeretetedből, sírkalmasságodból, légy áldott érte, Urunk. Mindig hálát adunk azért a felénk fordulásért, amit fiatban, Urunk Jézusban mutattál nekünk, ugyanez a gondolatunk vele kapcsolatban is, hogy amikor elfogyott minden remény, akkor megváltul, adtad nekünk, aki arcunkat felét fordította, és a te arcodat mi felénk. Köszönjük, magasztalunk téged, irgalmasságodért. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mint örökké. Amen. Az ige szakasz pedig, amiből programunkat összeállítók csupán egy verset emeltek ki, először ezt olvasom, de az összefüggés kedvéért kénytelen leszek egy hosszabb 8-9 verszakból álló részt felolvasni, hogy világos legyen előttünk, hogy mire is kell gondolnunk. Ma a Krónikák második könyvének a 20. fejezetéből volt a 26. vers. Ez így szól, negyednapra gyűltek a hálaadás völgyében, mivel az Úrnak ott adtak hálát, azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezték mind e mai napig. Hálaadás völgyének nevezik még ma is, így is lehetne visszaadni az itt olvasható gondolatot. De azt ígértem, hogy egy kicsit hosszabb részt elolvasunk, időnk is megengedi. Olvasuk a 14. verstől igénket. Akkor Jaháziélre, a Zakariás fiára, ki Benája fia, ki Jéhiel fia, ki Mattániás fia volt, és az Aszáf fiai közül való volt, lévita volt, az Úrnak lelke szállt, és a gyülekezet közepette történt mindez, és mondta, minnyájan, akik Judában és Jeruzsálemben lakoztok, és te, Józsafát király, halljátok meg szómat, így szól az Úr néktek, ne féljetek, és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velük, imé ők a cichágóján fognak felmenni, és rájuk találtok a völgynek szélénél, a Jeruel pusztájával szemben. Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítást. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne regítegjetek. Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. Akkor Józsefát meghajtotta a fejét a föld felé, és Júda és Jeruzsálem lakói leborultak az Úr előtt, és imádták az Urat. A kihátiták fiai közül, és a kóriták fiai közül való léviták pedig felálltak, hogy az Urat, Izrael Istenét nagy felszóval dicsérjék, és reggel felkészülvén kimentek a Tékoa pusztájára, és mikor kiindultak onnan, megállt Józsefát, és mondta, halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók, bízzatok az Úrban a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő profétáiban, és szerencsések lesztek. Tanácsot tartván pedig a néppel előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét a sereg előtt menvén, és mondják, tiszteljétek az Urat, mert örökké való az ő irgalmassága. És amint elkezdették az éneklést és dicséretet, az Úr ellenséget szerzett az Amon fiai, és a moabiták és a Szeír hegyén lakozók ellen, akik Judára jöttek és megverettettek, mert az Ammon és a Moab fiai a Szeír hegyén lakozók ellen támadtak, hogy őket levágnák és elvesztenék, és mikor mind elvesztették a Szeír hegyén lakozókat, azután egymás elpusztítását segítették elő. A Júda népe pedig ment Mispába a puszta felé, és mikor a sokaság felé fordultak, imé csak elesett holttestek voltak a földön, és senki sem menekült meg. Akkor elment Józsefát és az ő népe, hogy azoknak jószágait megzsákmányolják, és találtak náluk temérdek gazdagságot, és holttesteiken drága szép ruhákat, melyeket lefosztottak róluk oly sokat, hogy alig vihették el, és harmadnapig kapdosták a zsákmányt, mert felette sok volt. Negyednapra pedig gyűltek a hálaadásnak völgyébe, mivel az Úrnak ott adtak hálákat, azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezték minden mai napig. Megtért azért Júdának és Jeruzsálemnek egész népe Józsefáttal, az ő fejedelmükkel egybe,
hogy visszamenjen Jeruzsálembe nagy örömmel, mert az Úr megvigasztalta őket az ő ellenségeik felett. És bementek Jeruzsálembe lantokkal, citerákkal és trombitákkal az úrházához, és lőn az Istennek félelme az országok minden királyságain, mikor meghallották, hogy az Úr hadakozott az Izrael ellenségei ellen. Megnyugodott azért a Józsafát országa, és békességet adott nekik, neki az ő Istene minden megfelől. Hadd kezdjem itt a végén, és pedig azzal, hogy a bibliai történetek segítenek nekünk végig gondolni néhány nagyon fontos igazságot, és ezek közül az egyik az, hogy a szabadságot, a függetlenséget, ahogy az egészséget, sőt a tudást, a készséget, mesterségbeli tudást, a képességet, a járművek vezetésére, és hosszan sorolhatnám még tovább azt, nem lehet egyszer, és pedig egyszer s mindenkorra megszerezni, kivívni, hanem úgy van ez, hogy kötelező egy orvosnak, egy tanárnak, lelkipásztornak is, másoknak is időről időre valamilyen kis szakmai továbbképzésen részt venni, mert ha nem történik meg ez, akkor valahogy leül, erejét, hatékonyságát veszti az a tudás, a nyelvtudás, amit nem gyakorolnak, a szakmai tudás, amit szintén a művelés által nap mint nap, a művészeti dolgok, amelyeket a költő, a festő, a zenész nem gyakorol nap mint nap, az egy idő után elszíntelenedik, és erejét veszti. És valahogy így van Isten népe történetében, hogy ha csak úgy voltak, ha csupán a múltból éltek, elejük hűségéből, harciasságából, bátorságából, akkor meg kellett tapasztalniuk, hogy ez a hagyomány ápolása semmit nem használ egy konkrét nemzeti veszedelem idején, és hogy Isten azért engedi meg a veszedelmet, hogy minden generáció, minden polgára maga konfirmálja, maga erősítse meg magának azokat a szabadságeszméket, alaptörvényeket, amelyek, ha nem gyakoroljuk őket, ha nem védelmezzük őket, oda vesznek. Ez az egyik, amit meg kell jegyeznünk. A másik, hogy e kihívások közepette Isten népe mindig hol fent, hol lent van. Néha csak nem eltűnünk, máskor tömegek jönnek, elég egy egyszerű szót kimondani, és emberek, mint az érett gabona, dőlnek az Úr előtt, és térnek meg, adják át az életüket az Úrnak, máskor pedig minden energiánkat, erőnket latba vethetjük, és alig-alig van a dolognak látszata. Tehát Isten az, aki munkálkodik köztünk, és mi akár jókedvünk van, akár szorongunk, szomorkodunk, ugyanúgy el kell végeznünk a feladatunkat. Talán ez a harmadik dolog, hogy vagy a jó szülő nem kap felmentést betegsége idején se az alól, hogy a kiskorú gyerekét táplálja, gondozza, hát ugyanúgy kell nekünk akkor is Isten országán fáradoznunk, építenünk, hogyha erőtlenek vagyunk, kedvetlenek vagyunk, támadások, kísértések alatt vagyunk, és miközben végezzük a szolgálatunkat, talán magunk is felüdülünk és meggyógyulunk. Hát ezt bevezetőül azért mondom, mert e régi történetek ezt a célt szolgálják, hogy a mi személyes harcainkban, az Isten országa védelmében vegyük fontolóra mindazt, amit egy ilyen istenfélő király, mint Józsafát is végig gondolt. Ő akkor is hű akart lenni, ha elődei, utódai nem ezen az úton jártak, utódait nem nagyon látta, de elődeit igen. Nem befolyásolta őt az, hogy
hogy kevesebben voltak az Úrban bízó királyok Dávid után, mint azok, akik bálványok után kacsintottak, és akik föladták az alapvető emberi szabadságjogokat és a tisztességes kormányzásnak a cítoszát, elveit. Ő az Úrral akart járni, függetlenül attól, hogy a többiek mind gondolkodtak, és nagy megtapasztalások történtek az életében, és ezeket most mi is számba vehetjük. Miről van szó? Az ammoniták és moabiták, egy harmadik nehezen azonosítható, a Szeír hegyén lakó benszülött népcsoport támadása alá kerültek. Ugye Júda most már csak Benyaminra néhány többi törzsből való menekültre, vagy városlakóra és a lévitákra támaszkodhat. Egy megyényi kis csoport marad, az egy tizede a 12 atyafinak, törzsnek, és itt van egy nagyon erős, nagyon radikális terrorcsoport, amelyik mérhetetlenül megkísérti Izraelnek, Judának az életét. Mint ahogy ez most is olykor időről időre az Izraelben működő terrorcsoportok tevékenysége kapcsán látszik, hogy bizony nagyon sokszor meg tudják keseríteni Isten népének az életét. Hát az ammoniták, moabiták és a Szeír hegyén lakozók megtámadják Izraelt, és nagyon hamar lehet látni, hogy katonailag fölényben vannak, és ahogy ez lenni szokott, ilyenkor az emberek elkezdenek panaszkodni, felelőst keresnek, úgy érzik, hogy nem kockáztathatják gyerekeik jövőjét, megindokolják félénkségüket, arra várnak, hogy más hadakozzék értük, viseljen kockázatot, ontson vért, hozzon áldozatot. Ők nem, mert ők nem politizálnak, vagy hasonló dolgokat mondanak, de mindig élvezni szokták azok munkájának a gyümölcsét, akik szintén nem akarnak pártpolitikába elegyedni semmiképpen, de hát tudják, hogy nem fog más kiállni. Értük, s az Úrhoz kiáltanak legfeljebb segítségért. Igen, itt is így volt, hogy mikor az ellenség felvonulásáról értesültek, akkor az Úr elé mentek, a király egy imádságot mond, egy hosszú, szép imát, mint egy templom szentelési ima lenne ez. Ó, mi Istenünk, nem te űzted éki a föld lakóit, a te néped Izrael előtt, visszaemlékeznek a történelem nagy eseményeire, az Egyiptomból való szabadulásra is. És amikor ez a templom szentelési ének, vagy kicsit gyász ének elhangzik, feláll egy lévita, akinek a szolgálatához tartozott, akiben költői lélek is volt, a neve is itt van, és nem csak a neve, hanem felmenői is, és ez egyértelmű jele mindig az igében annak, hogy egy valóságos személlyel, nem egy kitalált személlyel van dolgunk, mert egyébként ez az esemény csak itt van, csak a Krónika könyvében található, másutt nincs nyoma, tehát a királyok könyvében nincs nyoma ennek az eseménynek, de a felsorolásból, a helyszín pontos megadásából is arra következtetünk, hogy bizony ez egy valóságos próbatétel volt. Tehát az Úrnak lelke rászállt erre a bizonyos Jeházi jelre, és az Úrtól vett üzenetet átadta a királynak és a népnek. És itt körülbelül 7 dolgot sorol fel, lehet, hogy többre is lehet bontani, lehet, hogy kevesebb, könnyebb megjegyezni, mint egy 7 szempontot
Ezek közül az első az, hogy ne féljetek. Ezzel búcsúzik el Mózes is a néptől a honfoglalás pillanatában, ezzel adja át a vezéri pálcát Józsuénak, hogy ne félj, ne engedd, hogy a félelem bálvány az Úr helyére furakodjék, mert sokan imádják félelem bálványt, és érzik úgy, hogy meg kell hajolni, előtte imádni kell, és amit félelem bálvány akar, azt vakon teljesíteni kell, mert azt üzeni félelem bálvány, hogy ha nem így járunk el, akkor földdel tesz minket egyenlővé, és ezt, ennek a blöffnek nagyon sokszor áldozatul esnek egyébként komoly, kedves hívő emberek is. Félnek, hajlandóak félni, rettegni és félelemből nem cselekedni, vagy rosszul cselekedni. Ne féljetek és ne rettegjetek. Hogy lehet nem félni és nem rettegni? Nyilván nem arra gondol itt a prófétai lélekkel megáldott lévita, hogy ne érezzetek izgalmat ebben a helyzetben, azt nem lehet megígérni, hogy sztoikus nyugalommal fogjuk végigélni a próbatételt, nem fogjuk úgy végigélni, de csak azt döntöttük el, hogy nem vagyunk hajlandók alárendelni a félelemnek cselekedeteinket. Cselekedni fogunk, meg fogjuk tenni, amire az Úr indít bennünket, akkor is, ha nem látjuk a dolog jó kimenetelét. Tehát ez az első dolog, amit az Úr üzen, hogy ne féljetek. Nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Ez visszatér ez a gondolat egyébként néhány verssel lejjebb, meg ismétel egy-egy gondolatot az ige, amelyek fontosak feltétlenül. A másik dolog pedig a következő, hanem holnap szálljatok szembe velük. Vonuljatok fel ellenük, mutassátok meg az arcotokat, ne bújjatok el. Álljatok ki magatokért. Még nem tudjuk, hogy sikerül-e győzni, de egy biztos, nem vagyunk hajlandók félni, és fölemeljük az arcunkat, és szembenézünk velük. Aztán a harmadik dolog, nem kell néktek harcolnotok. Tehát fölösleges lenne kardot rángatni, előnytelen küzdelmekbe bele rohanni, rajta is lehet erre egyébként veszteni, mint ahogy ez meg is történik olykor, amikor Isten akarata ellenére valaki hősködni kezd. Tehát nem kell néktek harcolnotok. Nem kell belemenni test-test elleni harcba. Sokszor van egyébként az, hogy némely hívő emberek úgy gondolják, hogy senkinek nem kell, és semmilyen helyzetben nem kell, nem minden pillanat más. Most ott, akkor, és a mi életünkben is olykor-olykor nem kell belemenni a test-test elleni küzdelembe, nem kell harcolnotok, de álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását, két új dolog, legyetek tanúi az eseményeknek. Ugye az apostolokat is erre hívta el Jézus, hogy legyenek tanúi az eseményeknek, legyenek jelen, kísérjék őt el. Mondják majd el, hogy mit cselekedett az Úr, amikor eljön annak az ideje. Nem reklámozni kell az ő tevékenységét, hanem utólag bizonyságtételben el kell mondani, mi ott voltunk, vele voltunk. Akkor is, amikor egyébként elaludtunk közben, mert nem bírtuk azt a feszültséget, de láttuk, amint a verejték csordogált a homlokán, mintha vérezne a feje, ott voltunk, amikor felkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Legyetek nekem tanúim. Tehát legyetek tanúi annak, amikor Isten cselekszik, és álljatok ki, ne bújjatok el, ne mondjátok azt, hogy én valami más csinálok addig, amíg az Úr elvégzi a dolgot az én ügyemben, az én helyzetem megmentése érdekében. Tehát legyetek ott,
és lássátok az Úr szabadítását rajtatok. És akkor megismétli, ne féljetek, ne rettegjetek, hanem holnap menjetek ellenük, ezek már mind előfordultak, ezek a gondolatok. Tessék kivonulni. Tessék kivonulni szabályszerűen, farkasszemet nézni, és nem belemenni a harcba, várni az Úrnak a szabadítására. Az Úr veletek lesz üzené. És akkor Józsefát meghajtja a fejét a föld felé, Júda, Jeruzsálem lakosai leborulnak az Úr előtt, és imádták az Urat. Nagyon fontos újabb szempont, leborulni az Úr előtt, imádni őt, nem hadakozni, nem huhogni, nem fenyegetőzni, nem létező hőstetteinket terjeszteni, leborulni az Úr előtt és imádni őt, felszóval dicsérni az Urat, bízni benne, és tanácsot tartani 21. vers szerint a néppel, amikor eljön a pillanat, és előállítják az énekeseket, akik elkezdik Istent magasztalni. Muszáj volt látnunk a 26. vers megértéséhez, hogy mi mindenen mentek keresztül. Valódi ellenséggel szembe ki kellett menni, farkasszemet kellett nézni, önuralommal kellett várni ott, amíg Isten a szabadítást meghozza, meghajtani a fejünket, imádni az Urat, dicsőítő éneket énekelni, ezek mind-mind-mind a kötelező tennivalók, amit egy ilyen megkísértetésben, egy ilyen küzdelemben, harcban el ne felejtsünk. És akkor nézzük, hogy mit láttak. Amikor elkezdték az Urat dicsérni, akkor valami különös dolog történt. Az ellenség sorai megbomlottak, és elkezdték egymást ölni. Nagyon gyakran van ez így, hogy a belső viszály, hogy kivezesse a közös egyesített hadsereget. Hányszor úszta meg Izrael így a környező arab népek győzelmét maga felett, hogy az egyesült arab köztársaságok nem tudták eldönteni, hogy ki legyen a közös hadsereg főparancsnoka például. Nem sikerül megegyezni a zsákmány elosztásának a százalékaiban. És nem tudom még mi minden van, amin elindul egy vita, egy partalan vissza, és az a vége, hogy ki oda kap a fegyveréhez, és elkezdik egymást ölni. Talán ezzel lesz leginkább vége minden itt a diktatúráknak, a kleptokráciáknak, a bűnöző államoknak, hogy nem tudnak betelni a rablott javakkal, és elkezdik egymást ölni befolyásért, politikai befolyásért, javakért és egyebekért. Isten népe pedig nézi ezt. Egy ujját nem kell megmozdítania. Döbbenten látják, mint egy drónról, vagy egy hegytetőről, hogy lent alattuk az Isten lelkének hatása alatt az ellenség magát emészti fel. Miután a gyűlöletben megtalálva a közös ellenséget a szövetségesek végeznek a Szeírhegyén lakozókkal, akkor egymásban kezdik látni az ellenséget, és egymást mészárolják le. Júda népének pedig nincs más dolga, mint kimenni, levetkőztetni az elesetteket, ruhájukat, fegyvereiket összeszedni, pénzüket zsákba gyűjteni, jószágaikat, szekereiket és mindenféle egyéb használati eszközeiket összegyűjteni egy nagy völgyben, és 3 napon át kapkodni a ruhát, a mindenféle egyéb dolgokat, és 4. napra a háladásnak a völgyébe mennek, ez egy új név,
És akkor itt érkeztünk el, záró gondolatként tulajdonképpen a témánkhoz. Ott kap nevet ez a kis szurdok. Nem a Diadalvölgyének nevezik el, nem a Nagy Honvédőháború völgyének nevezik el, nem a Zsákmány szerzés völgyének nevezik el, hanem a Hálaadás völgyének nevezik el, és itt jön a témánk, hogy azt mondja a szerző, nem tudjuk mikor jegyezték le ezt a történetet, valószínűleg nem közvetlenül a győzelem után, hanem van egy kis időbeli eltolódás. Hálaadás völgyének nevezik mind a mai napig. Nem kellett megváltoztatni a völgynek a nevét. Rajta maradt ezen a völgyön. Itt szerzett az Úr nekünk szabadulást. Nagyon sokszor van, találkozunk kint valahol a határban, kőkeresztekkel, ott állt meg egy járvány, egy pest is mondjuk, valaha, és ott fölállítottak egy keresztet, búcsújáró helynek nevezték el, és ma már csak a helytörténészek tudják, hogy miért állott az a kereszt, utána néznek a hajdani krónikákban, és ugyan már senki nem él azok közül, akik tanúi voltak az eseményeknek, de maga az a gondolat, hogy Isten szabadítást ad, hogy te ne fuss el, ne félj, légy jelen, légy a tanúja annak, ahogy az Úr cselekszik, ez egy örök üzenet. És ma ebben akart bennünket az Úr megerősíteni, minden mai napig, ma is még, és folytatólagosan köteleződjünk el az Isten győzelmét dicsőítők mozgalmában, vagy hoz, és döntsük el, hogy nem futunk el a nagy próbatételek napján, akkor se az ellenség nagyobb, hogy nem vakmerő öngyilkos akciókban gondolkodunk, hanem figyelünk az Úrra, és azt tesszük, amit ő vár, ő akar, ő mond, ahogyan ezt itt Jozsafát idejében Isten népe tette, és közben magasztaljuk az Urat, éneklünk neki új éneket, nem a kétségbeesés hangjai hallatszanak, hanem a hálaadás hangjai, a hálaadás völgyének fogjuk minden mai napig és utódaink idején is nevezni azt a helyet, ahol megtapasztaltuk az Úr jóságát és szabadítását. Imádkozzunk! Mindenható és örökké való Isten menyei édesatyánk, most megvalljuk előtted, hogy mi is, a mi közösségünk is ilyen nehéz küzdelem előtt áll, hatóságokkal vívott küzdelemben, kiszolgáltatottan, erősebbek, mint mi emberileg, de hinni akarjuk, hogy te nem az ő oldalukon állsz, hanem a miénken. Mert te irgalmas vagy, légy magasztalva a jóságodért, és azért, hogy akkor sincs veszve semmi, hogyha átmenetileg föld felé kell fordítani az arcunkat. Nem ellenségeink előtt borulunk le, hanem te előtted, Urunk, és megvalljuk, hogy tőled függ minden. Mi ott akarunk lenni, szurkolni akarunk, Urunk, aktívan akarunk jelen lenni, amikor te cselekszel, várva a te vezényszavaidra, és amit mondasz, meg akarjuk tenni, és nem akarunk félelembálvány előtt hódolni, és megengedni, hogy ő irányítsa a mi lépteinket. Kérjük is ezt tőled, és a te békességed, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. A megkezdett 130-as dicséretünk
negyedik versét énekeljük befejezésül. Lelke hűséges vezérem, kit mellém őrül adott, míg örök hazám elérem, s itt hagyok búd bánatot, ki meggyújtja hitem lángját, s biztat, hogy éltem atya, gyermekét el nem hagyja, s elveszi a sírfullánkját, minden elhagy, elfeled, Isten vég nélkül szeret. Isten velünk viszont látásra, mindenkinek áldott hetet kívánok, és említem azt, hogy szombaton reggel 9 órakor az iskola utcában, vasárnap 8 órakor az imaórán, és 9 órakor az Isten tiszteleten Békás-megyeren találkozunk. Isten velünk viszontlátásra.